Perez 24 évet töltött a drogok fogságában. A függősége akkor kezdődött, amikor még csak 7 éves volt. És hogy ez alatt hol volt az édesanyja? Nézzék meg! A fürdőszoba mellett mentem el, és láttam, hogy édesanyám a földön fekszik. Heroin túladagolása volt. A drogok is ilyen elpusztították az édesanyját, de ez nem akadályozta meg a fiát abban, hogy drogossá váljon. 16 éven keresztül voltam metamfetamin függő. Először festéket szipusztam, majd jött a marihuána. Mivel szegény gyerekként az utcán éltem, a gázolajat is használtam. A középiskolában aztán jött a pentaklorofenol, vagy más szóval az angyalpor. Ezután egyre erősebb halucinogéneket használtam, mint például az LSD-t. Frank drogosok között nőtt fel, akik nagyon keveset törődtek azzal, hogy mit csinál a kisfiú. Gyerekkoromban gyakorlatilag semmilyen felügyelet alatt nem álltam, így amikor más normális gyerekek 8 óra körül otthon voltak, és a lefekvéshez készültek, én még mindig az utcán kóboroltam a haverokkal, meg az idősebbekkel. Utánozta a droghasználatot, amit otthon látott. Alig voltam 7 éves, amikor láttam, hogy a sógorom meg a haverjai a ház mögött festéket szipuznak. Kimentem, hogy megnézzem, mit csinálnak. Megszólítottam őket, és kérdeztem, mi az. Erre ők megkínáltak, és azt mondták, próbálj ki magam. Nem sokkal ezután a rendőrség letartóztatta édesanyját heroinárusításért, és börtönbe került. Amikor meglátogattam anyukámat, egyszerűen nem akartam elszakadni tőle. Mondtam neki, hogy soha, semmi nem választhat el tőle, mindig bent akartam lenni vele. Nagybátyával és nagynényével kellett élnie. Náluk egyáltalán nem éreztem családtagnak magam, annak ellenére, hogy a rokonaim voltak. Kisgyerekként nehéz volt látni azt, hogy más gyerekek milyen szeretetet kapnak. Néhány évvel később édesanyja kiszabadult a börtönből, elkezdett gyülekezetbe járni és átadta életét Jézusnak. Azonban egy szívrohamban váratlanul meghalt. Azon a ponton lettem igazán keserű és mérges. Azt gondoltam, milyen Isten képes ezt megtenni. Tessék, az anyám kereste Istent, teljesen megváltoztatta az életét. Aztán egyszerűen elveszik. Frank hallani sem akart Istenről. Tényleg megutáltam Istent. Mivel elvette tőlem azt a szemét, aki a világon egyedül jelentett számomra valamit. Az egyedüli szemét, akivel tényleg meg tudtam beszélni a dolgaimat. A bánattól lesújtva Frank a drogoknak egy nagyon erős kombinációjához nyúlt. Amikor reggel felkeltem, hogy elinduljak dolgozni, és fáradt voltam, bementem a garázsba, hogy egy kis metamfetamint szívjak. Munkába menet pedig füvesztem egy kicsit, hogy ne szálljon el a kellemes állapot. A nap során pedig felváltva mindkettőt fogyasztottam, este, mikor hazaértem, Valium nélkül el se tudtam aludni. Idővel a fájdalom elviselhetetlenné vált. Frank úgy döntött, hogy végez magával. Odáig jutottam, hogy feltettem a kérdést. Ha ma éjszaka meghalnék, vajon érdekelne ez valakit? Láttam a garázsban 2 darab nagy 20 literes vödröt. Egymásra helyeztem őket, fogtam egy kötelet, hurkot csináltam belőle, és átdobtam a tetőgerendán. A másik végét a satúhoz kötöttem. Kipróbáltam, elbír-e. Kirúgtam a vödröket magam alól, és akkor elkezdtem rángatózni. A lábammal a föld felé rúgdalóztam, hogy a lábujjammal elérjem, és felemeljem magam annyira, hogy a fejemet kivehessem a hurokból. Nagyon megrémültem, pedig akkoriban már semmitől nem ijedtem meg. Frank felismerte, hogy segítségre van szüksége, elment egy helyi gyülekezet pásztorához. Az a beszélgetés elvezette őt Jézushoz. Arra kért, hogy csukjam be a szemem, és megkérdezte, kész vagyok-e a változásra. Azt válaszoltam végül is igen, hisz nincs vesztenivalom, nincs semmi. Ő azt mondta, csukjam be a szemem, és mondjak utána egy imád. Valami megváltozott akkor. Olyan békét éreztem, amit még soha életemben. Tudtam, hogy valami megváltozott. Felismertem, hogy az igaz Isten, az egyetlen igaz Isten, akiről már annyit beszéltek, akit már annyiszor meg akartak osztani velem, létezik. Ugyanis abban a pillanatban szabadnak éreztem magam.
A drogok nem irányítják többé Frank életét, teljesen megszabadult egy 24 éves függőségből. Nagyon hálás vagyok azért, hogy Isten megváltoztatott. Függetlenül attól, hogy mi mentem keresztül, és mi várt rám az életben, megismertem Isten erejét az életemben. Most ő is azt szeretné, hogy mások is megismerjék azt a szabadságot, amit ő. Az Isten, akihez imádkoztam, végül megszabadított a börtönömből. Ma nem lennék ott, ahol vagyok, ha ezt nem ő tette volna. Hallották, hogy mit mondott Frank korábban? Azt, hogy már annyiszor meg akarták osztani vele az evangéliumot, ő azonban nem tudta befogadni. Tudják, az életben időnként annyira meg vagyunk bántva, olyan csalódottak vagyunk, hogy egyszerűen nem tudjuk meghallani azt, amikor az emberek az igazságot próbálják velünk megosztani. De Isten nem változott meg, ő rá mindig számíthatunk. Frank számára is mindig elérhető volt. Ott volt vele élete minden fájdalmas pillanatában és veszteségében. Ezzel én is ugyanígy voltam. Az emberek megpróbálták Jézust megosztani velem, de én azt gondoltam, hogy bolondok. Talán ma ön is ugyanezt akarja gondolni, de azért én hadd tegyem fel ugyanazt a kérdést, amit az a bizonyos pásztor tett fel Franknek. Készen áll az élete megváltoztatására? Meg akarja ismerni az igazságot? Meg akarja ismerni azt a fajta szabadságot, amit Frank megismert a sok éves függőség után, azután, hogy a drogok irányították az életét? Ön is teljesen megszabadulhat most a függőségéből, ami lehet, hogy nem kábítószer, hanem mondjuk pornográfia, vagy egy olyan kapcsolat, amiből ki kéne jönnie. Lehet, hogy éppen tönkrement a házassága, vagy elveszítette a gyermekét, de nem számít, hogy milyen helyzetben van. A körülmények változnak, de Jézus Krisztus ugyanaz maradt tegnap, ma és mindörökké. A kérdése önhöz a következő. Meg akarja az életét változtatni? Mert most megteheti. Nem kell kiérdemelnie, nem kell elég jónak lennie hozzá, de kérnie kell. Kiáltania kell érte a szívéből. Szeretnék imádkozni önnel most. Egy ugyanolyan imát, mint amit a lelkipásztor mondott el Frankel. Semmi varázslat nincs ebben, mert Jézus valóságos személy. És menjünk most elé együtt. Ő már régen vár önre, türelmesen. Ma az ő kegyelme önre is kiárad. Kérem, imádkozzunk, és hívja be őt az életébe. Jézus, láttam ennek az embernek az életét, és a saját életemet ítélet alá helyezem. Azt az életet, amit tőled távol éltem, a saját dolgaimmal foglalkozva. Haragudtam rád, mert nem adtál válaszokat, amikor kérdeztelek, és mert nem olyan voltál, mint amilyennek én akartalak. De nagyon sajnálom most már, hogy követelőztem. A szemeim nyitva vannak most, és jövök te hozzád azt kérve, hogy bocsásd meg a bűneimet. Te ismered mindet. Nagyon sok van belőlük. Kérlek, bocsásd meg őket. Sajnálom, hogy elkövettem őket. Azt is kérem tőled, hogy nyisd meg a szemeimet, a füleimet és a szívemet, hogy megláthassam azt, amilyen te igazából vagy. Kérlek, gyere be a személyiségem központjába, és foglald el ott a trónodat, mert te vagy a királyok királya, és az uraknak az ura. Kérlek, változtasd meg azt, ahogy gondolkodom, és ahogy élek, és én teljesen átadom az irányítást az életem felett neked. Kérlek, töltsd be a te szent szellemeddel, mert én tudni akarom az igazságot, és érted akarok élni. Szabadságban akarok járni mostantól fogva. Köszönöm az örök életet, és köszönöm, hogy megvártál. A Jézus nevében kérem mindezt. Amen.